Szakmai napot tartott Kecskeméten a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a megye vállalkozásai számára a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara Platter János konferencia termében. Az országos rendezvény sorozat célja, hogy elősegítse a kis- és középvállalkozások kutatási, fejlesztési és innovációs stratégiáját, továbbá, hogy bevonják a hazai innovációs szereplőket a pályázati rendszer javításáról szóló konzultációkba. Ahhoz, hogy az ország innovációs teljesítménye javuljon, minden szereplőnek dolgoznia kell. Dolga van a gazdaság főszereplőinek, tehát a vállalkozásoknak, a kicsiktől a nagyokig. Dolga van a közintézmény vagy intézményhálózatnak ebben a dologban. Itt gondolok elsősorban nyilván az állami szereplőkre, például az NKFIH-nak, de dolga van a magyar egyetemi hálózatnak, a közoktatási, szakképzési struktúrának, és úgy általában a közigazgatásnak és mindenkinek, aki támogatni és gyorsítani tudja ezt a környezetet. Az innovációs hivatal első feladata, hogy párbeszédet kezdeményezzen, és hogy tájékoztassa a kis- és középvállalkozásokat a lehetőségekről és a forrásokról. A kamarai hálózatnak van erre a legjobb ráállása, hogy kiválassza azokat a cégeket, amelyekben növekedési potenciált lát, és felkészültséget is, meg ambíciót arra, hogy az általunk kínált támogatásokat, pályázatokat és felkészülési programokat megvalósítsa. Az elkészített tervezetekről kikérik a vállalkozások véleményét, hogy azokat beépítsék a pályázati rendszerbe. A módosítási javaslatokat rendhagyó módon egy szakmai workshopon gyűjtötték össze. A vállalkozások képviselői 4-5 fős csoportokban tárgyalhatták meg a véglegesítés előtt álló innovációs tervezeteket.